egy zongorai stócolában vagyunk, hanem Mark Andrénél, Szászrégen polgármesterénél, aki vendégül látott bennünket a családi házában, amely elmondása szerint nagyon sokat jelent számára. Mark Endre 17 évig élt és dolgozott Németországban, és bár jól érezte magát, mindig is tudta, hogy egyszer hazatér. Kötődés, mert a dédszüleim és a ők apám is itt ebben a házban született. Mély gyökerek fűznek ehhez a házhoz. Mindig is volt honvágyam, és nem voltak soha jó barátok ott. Ott a munka, és én azt hittem abban az időben, hogy a fiatalság, kíváncsiság, hogy az életem vágya, hogy a szépet, látni a szép autókat, a jó utakat, az autópályákat, akkor nagyon lenyűgözött, és azt hittem, hogy ebből áll az egész nagy világ. Hiányzott a lelki vonal, a lelki vetület a dolognak, és igazából ráéreztem, hogy nekem itthon van a helyem, itt kell élnem, és itt kell tevékenykedni ebben a városban, és itt kell dolgoznom. Feleségemet Németországban ismertem meg, Heidelbergbe, és miután megtudtuk, hogy ő is erdélyi, én is erdélyi vagyok, ő szovátai, én szászrégeni, akkor rögtön fellendült a láng bennünk, és azóta együtt vagyunk, 16 éve lassan együtt vagyunk. És boldog vagyok, hogy ide jöttünk, és nem ott telepettünk le. És állatokat is tartok. Egy ruca család, a másik, ott többen vannak, csak ott most el vannak ott kerítve. Innen eszük a házi tojást és a házi húst szoktuk. Családi hagyomány? Igen. Tehát a fehér néma rucákat, még édespámt örököltem, ezek már több mint 40-50 éve folyamatosan itt kelnek, és itt nevelik őket évente. Csak az állatokat kirendezi? Én, a fiam, a feleségem, mindenki. Mikor van időm, le is vágom, hanem akkor megkérek valakit, hogy vágjon a rucát, sajnos, mert előbb-utóbb le is kell vágni őket, hogy legyen a hozok helyette új gácsit, vagy frissíteni kell a vért, és akkor nagyon szeretjük a ruca sültet, ananásszal megspékelve. Teljesen átlagos gyerek voltam, szerettem nagyon sokat itthon tölteni, nagyon sokat tevékeny voltam, házi munkában részt vettem, imádtam fát hasogatni apummal. Igazából akkor még nem szerettem a kerti munkát, akkor így kényszerből csináltam, aztán később megszerettem, minden évben ültettünk paradicsomot, piroshagymát, uborkát, ezeket szeretjük, teljes kukoricát, azt apámtól is örököltem, szerettük mindig. Még nem is volt a piacon, mi már ettük annak idején, 80-as évek végén a teljes kukoricát, kaptuk Magyarországról a magot. Szerettem természetbe járni sokat, minden évben jártunk Szarvasbőgésre, csúcsokat másztunk a Radnai havasoktól le a déli Kárpátokig, az nagyon-nagyon menő volt. Én egy jó közép voltam. Sose voltam a csúcs, de a jó közép szintet tudtam tartani. Természetesen mi minden diák lógtam is, de a lógás abban állt, hogy mentünk pingpongozni. Itt lakom az iskolánktól, a volt gimnáziumtól 200 méterre, és volt egy pingpongasztalom, és oda jártunk át pingpongozni. Akkor más tematikája nem volt a lógásnak, mint hogy kicsi sportoltunk is. Itt végeztem a 9-12 osztályt a matematika-fizika szakon, és az volt talán a legszebb időszak, amikor az ember fiatalon akkor ismerkedik a világgal, és úgy azt hittük, hogy mi vagyunk a világ közepe, és itt a hátam mögötti iskolában töltöttem azt a szép 4 évet. Ez a városi központi park, itt volt az első randevum, itt ittam meg az első sörömet 18 éves koromban, egy padon ülve, haverekkel. Ragaszkodom ehhez a központi parkhoz, szeretem, városunknak egyik szép, jellegzetes része. Gyerekkorunkban itt töltöttük a május egyet, itt flekkeneztünk, ide jöttünk ki a családdal, ide is, nem csak ide, de ide is. És itt síztem, itt tanultam meg sízni, bal oldalon volt egy kicsi domb, itt voltam először sízni, itt tanultam meg sízni, és ezek az ilyen sport, szabadtéri események kötnek. Még együtt van a család, a gyerekek, hogy nőnek, még ki szeretnénk használni azt, hogy még együtt vagyunk, utána biztos, hogy már külön-külön fognak járni, és még abban az időben vagyunk, hogy még négyen ki tudunk menni bármikor, bárhol, és ezt szívesen tesszük. Itt voltak a
első áldozásaim, a bérmálásaim ebben a templomban, és ahogy időm teheti, akkor vasárnaponként eljövünk családdal, és itt próbálunk a misén lenni, mert valahogy ez olyan feltölti az embert egy kicsit, hogy ilyenkor lehet úgy teljesen kikapcsolódni, és együtt érezni, ráhangolódni mondjam úgy a misére. Ragaszkodom ehhez a városhoz, gyökerek kötnek, és emiatt a szívem városa lett Szászrégen, és ez is marad.